Személyautó ütközött traktorral baleset Csorvás határában. Már életet is mentettek házi segítségnyújtás Orosházán. Népdal éneklési verseny, az alsósok tették próbára magukat. Jó estét kívánok! Önök az Orosházi Városi Televízió hírműsorát látják. November 15-én pénteken. Köszöntöm a kedves nézőket, jönnek a részletek. Egy személyautó ütközött mezőgazdasági vontatóval Csorvás határában november 13-án. A gépjármű az út melletti árokban ért földet. Mentőautó fényei villognak a 47-es főúton Csorvás határában november 13-án kora este. Az egyik szemtanú szerint több gépjárművet előzött az a személyautó, amelyik ütközött egy mezőgazdasági vontatóval, majd árokba borult. A Békés megyei rendőrfőkapitányság sajtóreferensétől megtudtuk, a baleset következtében személyi sérülés nem történt, anyagi kár keletkezett. Az ütközés nem befolyásolta a forgalom haladását. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtási program folyamatosan és jól működik Orosházán. A városban most 8 ilyen készülék vár gazdára, amelyek életet is mentettek már. Néha még fát is vágok, ha a gyerek nem jön el. Nekiállok, vágom a fát, szóval. De akkor lényegében ez egy plusz biztonságot ad, hogy ez az aktív. A 77 éves Ángyán Attilani otthonában mesélte, hogy 2006-ban ér és szív problémái miatt kórházba került, akkor orvosa tanácsára vette igénybe a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatást. Azóta több infarktusa is volt, de a rendszernek köszönhetően túlélte azokat. A főnövérként nyugdíjba vonuló asszony aktív életet él, szerinte egyszerűen működtethető rendszerről van szó. A nyakában hord egy kis készüléket, rajta egy piros gombbal, amit baj esetén megnyomva perceken belül érkezik a segítség. A nővérem még kis kint laknak a Faluselek utcában, hát onnan mire ide beérnek, meg is halhatnék, mert az egy hosszú út nekik akkor, szóval ezért mondom, hogy... Én az idősebbeknek, a velem egykorúaknak ajánlom, ne féljenek, ingyen van és életet ment. Az Orosházi Kistérség Társulás által üzemeltetett jelzőrendszeres házi segítségnyújtás rendszer folyamatosan és jól működik. Orosházán jelenleg 8 szabad készülék van, melyekre várják a jelentkezőket. Aki, hogyha szeretné 65 év felett ezt igénybe venni, ez egy ingyenes szolgáltatás a társulás részéről, akkor be kell fáradni ide a polgármesteri hivatalba, ahol megtalálható a kistérségi iroda, ki kell tölteni egy kérvényt, orvoshoz el kell menni, aki igazolja, hogy erre az érintettnek szüksége van, és akkor fel tudjuk szerelni neki ezt a jelzőrendszeres készüléket. Országosan meghatározott, hogy területenként mennyi készülék vehető igénybe. A társulás jelenleg az előírásoknak megfelelően maximális kapacitással működteti a készülékeket, 10 településen összesen 360 darabot. Újra Fejes Róbert névezeti az Orosházi Kistérség többcélú társulást. Az alakuló ülésen 11 település polgármestere döntött az elnök személyéről. 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodással. Így zárult az Orosházi Kistérség többcélú társulásának elnök választása. A települések vezetői egyöntetűen Fejes Róbertnének szavaztak bizalmat. A társulás elsődleges célja a tagtelepülések fejlődésének előremozdítása. Mindez 60.600 lakost érint. Nagyon-nagyon büszke vagyok a társulásra. Soha egyetlen problémánk nem volt. Általában nálunk mindent egységesen, egyhangulag megszavazunk. Ugye az orvosi ügyelet, ami a 12 településünkön működik, gyermekjólét és családsegítő szolgálat, illetve a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás. A november 13-ai alakuló ülésen kiválasztották a pénzügyi ügyrendi, a szociális és egészségügyi, valamint a területfejlesztési bizottság vezetőit. Emellett titkos szavazással döntöttek az elnök helyettes személyéről. Ez utóbbi pozíciót Sonkolyos Szabolcs, Pusztaföldvár polgármestere tölti majd be. Az Országos Rendőrfőkapitányság idén is meghirdette Látni és Látszani kampányát. Az akcióhoz az orosházi Editoptika is csatlakozott. Aki vezetés közben jól lát, az képes egyidejűleg távolra, közelre és oldalra látni. Az autóvezetéshez szükséges döntések és mozdulatok 90%-a a látástól függ.
Az őszi-téli időszakban bekövetkezett balesetek legjellemzőbb okai, hogy a gépjárművezetők nem a megváltozott út és látási viszonyoknak megfelelően közlekednek. A tapasztalat szerint a gépjárművezetők nem fordítanak kellő figyelmet a látásuk megvizsgálására és fontosságára, pedig a biztonságos és balesetmentes közlekedés alappillére, hogy a külső információkat beszerezzük, ez alapján megfelelő döntést hozzunk, majd ezáltal a külső körülményekre megfelelően reagáljunk. Az akcióba jelentkezett optikai szaküzletek és autószervizek térítésmentesen állnak a közlekedők rendelkezésére. Abban az esetben, ha a gépjárművezető egy optikai szaküzletbe látogat és szeretne részt venni a kampányban, akkor ingyenes tanácsadást és szemvizsgálatot biztosítanak számára. Polyák László elmondta, rendkívül fontosnak tartják a mindenkori szemvizsgálatot. Sok esetben probléma, hogy a közlekedők nem megfelelő korrekciójú szemüveget hordanak. Számít az is, hogy mely napszakban vezetünk, hiszen az éjszakai vezetéshez nem biztos, hogy ugyanaz a dioptriájú szemüveg a megfelelő, mint a nappali körülmények között. A félesető lencsének is van már olyan változata, ami szélvédő mögött is sötétedik, és van olyan, ami kimondottan autóvezetéshez fejlesztette ki lencsét, amit nappal is és éjszaka is lehet használni, ami csökkenti a ragyogást, meg a reflekciót is csökkenti, és ezáltal azért sokkal biztonságosabban lehetne közlekedni. A gépjármű tulajdonosok a Látni és Látszani 2019-es akcióban résztvevő szervizekben október 22-től december 15-ig átvizsgáltathatják gépjárművük világítását és szélvédőjét, valamint ellenőriztethetik látásukat. A szervizek és optikák folyamatosan bővülő listája a rendőrség honlapján érhető el. A pályaválasztás előtt 8-osoknak és szüleiknek tartott nyílt napot a Táncsics Mihály Gimnázium. A diákok megismerkedtek az intézmény képzési kínálatával, de részt vehettek egy-egy tanórán is. Beiskolázási tájékoztatót fog a kezében egy szülő a Táncsics Gimnázium nyílt napján. Az esemény célja, hogy a pályaválasztás előtt álló tanulók megismerjék az intézmény nyújtotta lehetőségeket és képzési kínálatot. Dr. Blahó János, az intézmény igazgatója beszédében elmondta, a középiskolai tanulmányok az egyetemi előmenetel fontos alapját jelentik. A Táncsics Mihály Gimnázium nyelvvizsgaközpont is, így a diákok helyben tudják megszerezni a jövőbeni továbbtanuláshoz elengedhetetlen dokumentumot. A 8-os diákok a reáltan tárgyaktól a természettudományi tantárgyakon át a humán területekig választhattak tanórát, melynek keretében betekintést nyerhettek a gimnázium mindennapjaiba. Az intézményvezető elmondta, évről évre egyre több szülő érkezik gyermekével a nyílt napra. Olyan jellegű változások sora zajlik most a közoktatásban, illetve a szakképzésben, hogy úgymond még a otthon lévőket, a szakembereket is egy picit hát bizonytalanságba tudja taszítani, amúgy a szülőket. Tehát mi ehhez szeretnénk valóban értéket, támpontokat adni a gyermekeknek és a szülőknek. A Békés Csabai Gál Ferenc Főiskola adott otthont a civil tudomány elnevezésű konferenciának november 12-én. Előadást tartott többek között Szalai Bobrovnicki Vince, helyettes államtitkár is, aki a kormányzati civil stratégiáról beszélt. A konferencia programját tartalmazó papírt olvassa az egyik résztvevő a Gál Ferenc Főiskolán. A civil tudomány elnevezésű előadássorozaton belül szemléltették, hogy a civil kezdeményezések milyen hatékonysággal tudnak részt venni az oktatásban, tudományos kutatásban, valamint miként látnak el feladatokat a közjó szolgálatában. Dr. Takács Árpád kormány megbízott beszédében elmondta, egy szolgáltató állam nem tud jól működni, megfelelő közigazgatás, önkormányzat és tisztességesen, átlátható módon funkcionáló civil szervezetek nélkül. Négy pillért határoztunk meg, az első, hogy jól felkészült szakembergárda legyen, azt hiszem ez a Békés megyei kormányhivatal vonatkozásában ez helytálló kijelentés. A második az, hogy partnerségben legyünk az önkormányzatokkal, harmadik pillér éppen a szakmai szövetségek, szakmai kamarák és a civil szervezetekkel való szövetség, és a negyedik a felsőoktatás, a szakképzés, hiszen tudjuk azt, hogy a megye kitörési pontja éppen a szakképzésben, a vidékfejlesztésben, a népesség megtartó erőben és a munkában keresendő.
A civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár kormányzati civil stratégia címmel tartott előadást. Ennek keretében a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásáról is beszélt. Elmondta, hogy a fel nem ajánlott összeg a Nemzeti Együttműködési Alaphoz kerül, ez pedig tovább hasznosul. Vázolta, közel 300 milliárd forint állami hozzájárulást osztanak szét évente a civil szervezetek között. Ez egy nagyon jelentős összeg, és jól mutatja azt, hogy a civil élet Magyarországon szerintünk igenis jó állapotban van, és igenis jól működik. A helyettes államtitkárt dr. Kis Rigó László, a Szeged-Csanádi Egyházmegye püspöke követte a pódiumon, aki az Állam, az Egyház és a civilek a tudomány szerepe címmel tartott előadást. A püspök beszélt a kommunista idők ateista nézeteiről, valamint a hit és a tudás közti különbségről. Alsótagozatos diákok öltöztek népviseletbe november 12-én a Székács József evangélikus iskolában. A gyerekek egy népdaléneklési versenyen tették próbára ügyességüket a Magyar Népdal és Népköltészet hete alkalmából. Lelkes alsótagozatos gyerekek várják november 12-én a Székács József evangélikus iskola csendes termében, hogy megcsillogtassák énektudásukat. Ekkor rendezték a Magyar Népdal és Népköltészet hete alkalmából az iskola hagyományos, alsótagozatos diákoknak tartott népdaléneklési versenyét. Nagy Róbert, az intézmény igazgatója elmondta, a népdaloknak és népzenének nagy hagyománya van az iskolában. A Magyar Népdal és Népköltészet hete apropóján, ami november 3. hete, hagyományosan ilyen formán ünnepeljük ezt az iskolánkban. A iskolánk valószínűleg sok más iskolához hasonlóan a zászlójára tűzi azt is, hogy a magyar hagyományokat, a magyarságot megjelenítő elemeket igyekszünk napi szinten, meg néha ilyen kiemelkedő események kapcsán is a szinten tartani, illetve a gyerekekben erősíteni a magyarságtudatot. A résztvevők közül már nem mindenki számított tapasztalatlannak, Nagy Zsolt Berthold és Szilágyi Liliana is vett már részt énekversenyen. Népdalokat fogunk énekelni, legalább a első vagy a második hely legyen meg, én azt várom magamtól. Én a kis kecelányomat fogom elénekelni, és első-második helyezést várok. A gyerekek a próbaéneklést követően először sorszámot húztak, majd évfolyamonként is sorrendben adták elő produkcióikat, az elsősöktől kezdve a negyedik osztályosokig. Mindannyian magabiztosan sikerrel adták elő választott dalaikat, nehéz döntésre készítve tanáraikat a végső sorrend felállításában. Idén is rengeteg óvodás és iskolás indult el az ötvös óvodától kislámpásokkal, hogy részt vegyenek a másodszor megrendezett Mártonnapi felvonuláson. A gyerekek meghallgatták Szent Márton történetét, majd az ötvös iskolába megérkezve műsorral kedveskedtek a jelenlévőknek. Saját készítésű lampionjaikkal a kezükben várják az indulást az ötvös József katolikus óvodába járó gyerekek, akik részt vettek az idei Márton nap alkalmából szervezett felvonuláson. A német nemzetiségi önkormányzat rendezvényén az óvodától az ötvös iskoláig sétáltak a gyerekek szüleik és kísérőik társaságában. A második német nyelvű Márton napra emlékezünk. Ugye ez azt jelenti, hogy tavaly tettük meg itt Orosházán az első lépéseket a katolikus óvodával kapcsolatban. Ugye ezáltal emlékezzünk ugye Szent Márton püspökre, illetve egy olyan Magyarország német hagyományra, amely az én szülőfalomban Eleken egy minden évben megismételt rituálé volt, ugye lámpionos felvonulása. Szőke Molnár Csilla óvoda vezető kiemelte, a Mártonnapi program hamar a gyerekek kedvencévé vált a farsang, a gyermeknap és az óvoda családi napja mellett. Most Szent Márton napjára emlékezünk meg, Szent Márton napról emlékezünk meg, a Német Nemzetiségi Önkormányzattal közösen, most már második éve, és természetesen vannak más ünnepeink is, amelyeket így családostól ünnepelünk meg. Indulás előtt Iványi László katolikus plébános mesélte el nekik Szent Márton történetét, ahol a gyerekek többek közt azt is megtudták, hogyan kapcsolódik a liba Szent Márton történetéhez. A legenda szerint Márton egy libaolban bújt el, mert nem akar püspök lenni. Ezt követően megérkeztek az iskolás gyerekek és szüleik, majd közösen sétáltak el a katolikus templomot is útbaejtve az ötvös iskoláig. Itt még nem volt vége a rendezvénynek, a Bonyi Lajos köszöntőjét követően a gyerekek egy kis műsorral kedveskedtek egymásnak és a jelenlévőknek, ők is előadták Szent Márton történetét.
Gádoros amatőr színjátszói is bekapcsolódtak a Nemzeti Művelődési Intézet és a Magyar Teátrumi Társaság által már 5. éve működtetett Pajta Színház programba. A lelkes csoport heti több alkalommal próbál, hogy méltón képviselhesse a települést a januári Pajta Színházi szemlén a Nemzeti Színházban. Azért tél a tér, hogy ilyen legyen. Ilyen hóvihar nem volt még egész évben. Átmelegedtél már? Mert még menned kell valahová. Szeptember óta próbál gőzerővel a társulat, amely egy Gádoroson már korábban is létező, főként nyugdíjasokból álló közösségből alakult Napsugár színjátszó körnéven. A helyi könyvtár hívta fel a figyelmüket a lehetőségre, ők pedig úgy döntöttek, kipróbálják magukat a színpadon. Önként vállalkoztak erre a szerepre egy-két kivételével, akik sajnos nem tudták utána vállalni betegségük miatt, de kicserélődött a társaság két személye, és így beintegráltuk a könyvtár dolgozójait is, úgyhogy most már Gádoroson így kibontogattuk a szárnyainkat, vannak külső segítségeink, itt nagy segítség, hogy itt az idősek klubjában is, ami a munkahelyem is, itt próbálhatunk. Megy a szöveg tovább, nem veszi el, akkor leengedheted. És akkor én megyek. Igen, és akkor mikor odaérünk, hogy na mi lesz már? Mész vagy nem mész? Tehát akkor megint nyújtod. Na mi lesz? Nyújtod. A mentorálási feladatokat Fehér Tímea, a Békés Csabai Jókai Színház művésze látja el, számára nem újdonság a felkérés. Mint mondja, a Napsugár rendkívül lelkes csapat, amellyel könnyű együtt dolgozni. Annyira kreatív a csapat, és annyira ügyesek, és annyira fejlődnek egyik alkalomról a másikra, egy csomó mindent megoldanak helyettem is, és akkor ezzel könnyítik az én munkámat is, ami nekem már akkor nem kell agyalni, és nem kell gondolkodni. Gondolok itt technikai dolgokra, tehát a díszlet, a kellékek, tehát hogyan a helyszínek hogyan jelenjenek meg különböző helyszínek. A mi előadásunkban 3 helyszín lesz, tehát hogy hogyan jelenjenek meg, változzanak a helyszínek egyikről a másikra. Tehát, hogy hál' Istennek nekem csak a úgymond színészi, művészi részével kell foglalkoznom. A 4 évszak című előadás Gádoroson debütál december 10-én. A helyi általános iskolásoknak szeretnék bemutatni, felmérve azt is, miként reagál a darabra a közönség. Közönséggel való találkozás. Szerintem az a legnagyobb kihívás, hogy azért annyi ember előadni ezeket a darabokat, vagy tehát kiállni emberek elé, nekem szerintem az ő számukra még ez az legnagyobb kihívás. A Pajta Színház program amatőr színjátszó csoportok számára nyújt szakmai támogatást, illetve segíti elindulásukat. Nem titkolt célja a hajdani, vidéki színjátszás felélesztése, a közösségformálás, illetve az is, hogy a programban létrejött társulatok a későbbiekben is együtt maradjanak. Különleges növényterem Szentetornya határában a Dalacsi család földjén. A nem mindennapi formavilágú pagoda karfiol egyre több háztartásba jut el orosházán. Repül a frissen vágott pagoda karfiol, majd bekerül a ládába a többi mellé. A szentetornyai határban termeszti ezt a különleges formájú növényt a Dalacsi család. 3 éve vetették el az első magokat. Dalacsi Attiláné elmondta, a fiatalok nem igazán ismerik még a pagoda karfiolt. Az idősebb korosztály azonban örül, hogy újra kapható a piacon ez a zöldség. Levesekbe pároltan, de még rántva is ízletes. A növény esetében nem csak az egész fej, de a kis rózsácskák is csúcsosak, a fejben látványos geometriai alakzatban helyezkednek el. A termelő a növényről elmondta, hogy a káposztafélék családjába tartozik, és pagoda brokkolinak is szokták nevezni, termesztése több száz évre nyúlik vissza. Ezt a 16. századtól termesztik ezt a növényt, Olaszországban ugye a legismertebb, és az a jó benne, hogy a karfiolnál egy kicsikét lágyabb íze van, és viszont nem puffaszt, ami egy nagyon jó, ami mellette szól, úgyhogy kisbabáknak is lehet adni, meg aki esetleg ilyen epe problémával küzd, úgyhogy nagyon finom, meg kell kóstolni. Híradónk végén még egyszer a legfontosabbak röviden. Személyautó ütközött traktorral baleset Csorvás határában. Már életet is mentettek házi segítségnyújtás orosházán. Népdaléneklési verseny, az alsósok tették próbára magukat.
Ez volt az Orosházi Városi Televízió hírműsora november 15-én pénteken. Friss hír összefoglalóval kedden jelentkezünk legközelebb, addig olvassák az Orosz Kafét. Én munkatársaim nevében megköszönöm megtisztelő figyelmüket, minden jót kívánok a viszontlátásra!